Ha Isten velünk, ki ellenünk címmel rendezett kiállítást a Kultúrház aulájában Szőjén Öröksége társulás. 100 éves első világháború eseményeit, borzalmait idézi meg a tárlat anyaga főként korabeli fotók segítségével, Szanner Gábor magángyűjteményének köszönhetően, valamint a helyi lakosok is szép számban hoztak számukra és mindannyiunk számára értékes kiállítani valót. Ahogy Négyesi Lajos alezredes egyetemi adjunktus hétfői rendhagyó történelem óráján fogalmazott, elsőre talán még legényes dolognak is tűnik a háború, de ahogy halad előre az idő, mindent felfal maga körül. Ezért kell emlékezni ezekre az évekre, mert mindent meg kell tenni azért, hogy többé ne legyen háború. A megnyitón Szantner Gábor, a Magyar Vitézi Lovagrend Komárom-Esztergom megyei székkapitánya, József Ágost főherceg egykori hadsereg parancsnoki egyenruhájának pontos mását öltötte magára. József Ágost, emléktársaság osztrák főherceg, magyar királyi herceg tábornokról kapta nevét. A Habsburgok magyarországi ágának leszármazottja. 1890-től hadnagy a közös hadseregben, később különböző parancsnoki beosztásokat lát el. A két háború között élénk közéleti tevékenységet folytatott, 1936 és 1944 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. 1945-ben elhagyta Magyarországot és az Egyesült Államokban, majd az NSZK-ban élt. Jelentős hadtörténeti munkája a hétkötetes A világháború, amilyennek én láttam című írása. Olvasható a Klebelsberg könyvtár honlapján. Ugye Tarján és Szőjén között régi, nevezzük, hogy jó kapcsolat van. Tarjánban 1700 svábot írtak össze kitelepítésre, és az 1700 ember bennmaradt a faluban, mert a kitelepítés megállt a Dzsámbék környékén. De viszont ugye Szőnyénből már a kitelepítés megindult, és Egerdőből is. Bár én most beszélgettem épp ma idősebb emberekkel, a szőnyénekkel nem voltak problémák, tehát a szőnyének megpróbáltak úgy alkalmazkodni, hogy lehetett. Tehát sokan visszacsapták rá azokat később. Tehát a kapcsolat, én úgy vélem, hogy az Egerdővékkel nem olyan jó, a szőnyénekkel jó. És bízunk benne, hogy idővel kialakulhat egy közelebbi kapcsolat, és úgy, mint Tatával és Szőnyén között. Na, de itt az én gyűjteményemnek egy része látható. Nekem van első és második világháborús gyűjteményem. Itt nagyon örömömre szolgál, hogy helyi gyűjteményem is gyarapodott. Ez nálunk Tarjánban igen kevés dolog került elő, ilyen katonáda, egy-két fénykép. Ez lehet, hogy pont a kitelepítések miatt is, mert ugye az a 30 kilós csomagban már nem fértek vele ilyen dolgok. Ezért valószínűleg nem maradtak meg. Pont ennek a kiállításnak előtte volt Tarjánban a kiállítás, aminek is az a címe, ha Isten velünk, ki ellenünk. Ezt a címet azért választottam a rendezvénynek, mert dédapáink jellemzően a Veszprémi 31-es gyalogezredben szolgáltak, és a Veszprémi 31-es gyalogezred jelmondata volt ez. És ugye gondoltak arra, hogy míg a levelek lehullanak, bevonulnak, csak hát sajnos ebből négyszer dugott le a levél, szerencsésebbek hazajöttek, a nem szerencsések nem. Anyagát most úgy hoztam össze, hogy én javarészt most a képeket hoztam. Van nagyon sok könyvben, meg vannak egyéb tárgyaim, de az esti újságnak volt egy pályázata. Nagyon érdekes, majd érdemes ezt tudjuk, hogy a baloldali falon végigfutó képeket megtekinteni. Az érdekes újságnak volt egy pályázata, amit kiírtak a háború közben, hogy várnak fotókat a katonákkal, valószínűleg a tisztek töltetező rakákkel nem lehetett fényképezőgépe, és a fotókat be lehetett küldeni az újságnak, és különböző díjakat kaptak érte, tehát különböző koronákat. Tehát nagyon érdekes, hogy most 100 évvel ezelőtt már végigfotóztak mindent az első világháborúban, ami ugye most szerencsénk, hogy ez megmaradt ilyen szempontból, mert ez nem lehet volna, hogy csak mesélnék bármiről is. A hősök oszlapán aranybetű ragyog, ha olvasom, mégis oly szomorú vagyok. Hány gyermek apja nevét írták oda, a szemük forrása el nem avad soha. Ők aranyos betűk, de feketék vagytok. Anyák és gyermekek, jaj, de árvák vagytok. Ne jöjjön háború többé a világra, süsd ki ránk, ó áldott, béke napvilága.
Az ilyen kiállításoknak köszönhető, hogy a magyar nemzet történelmének minden egyes kockája helyre kerül. Nem elég csak a felülnézet, amelyben ott vannak az összegyűjtött történelmi adatok, de lényeges szempont az egyszerű emberek által megélt borzalmak és az ő általuk összegyűjtött tárgyi hagyaték felkutatása. A szőgyéni kiállítást Bitter József Piszton Ottó, Elzer Ferenc, Lackó Gábor, Szolcsianszki Ilona, Mánya László, Valien Mária, Berényi Kornélia és a Tájház tette szőgyénivé.